Ez a rövid másfél óra alatt, ami nekem most itt rendelkezésre megpróbálom summásan elmondani, mi van ebben a kis könyvben. Nagyon sok mindenről kéne beszélni, hogy tényleg alapos ismertetést tudjak nyújtani. Úgy gondolom, hogy mindenek előtt a könyvnek a műfaját kellett tisztázni. Nagyon nehéz, mert tulajdonképpen dokumentumgyűjtemény ez a műfaj, de a dokumentumgyűjtemény műfaj nem is száraz dolog. Én egyetemista voltam, akkor nálunk a pedagógia alap pillére volt a Makarenkónak a könyve, az Új ember Kovács. Annak ez volt a műfaja, hogy pedagógiai hőskönyvtemény. Lehet, hogy az irodalomban írtak oda. Én úgy érzem, hogy ez egy pianista hőskönyvtemény. Mert ami ebben a könyvben Kádár Józsefről és Kádár Józseftől le van írva, az egy valóságos hősies életnek a summázása, az ő élete második részének. Egészen röviden háttérnek arról, hogy mi az, hogy romániai piarista provincia. Ugye a piaristák a mai Románia területen is elérkeztek, akkor amikor lassanként északról, hogy a Podolin Dübigyen kezdtek terjeszkedni a piaristák, több alapítás nem volt sikeres, ezekből a piaristák más alapításokba vitték. Lényegre az, hogy a 1900-as évekre négy komoly nagy iskolánk működött ott, Máramarosziget, Nagykároly, Kolozsvár, Temesvár. Jött a Trianon, 1920, és ugye a román állam nem nézte jó szemmel azt, hogy egy olyan szerzetesen működik Romániában, amelynek a főnöke Budapestről irányít. És ezért nagyon sok konfliktus után a piarista rend, hogy megőrizze ezeket az iskolákat, és a konfliktusok megoldódjanak, kialakított egy külön kis úgynevezett viceprovinciát, egy altartományt 23-ban, és ebben pedig létrehozták egy teljes, rendes, szabályszerű piarista rendtartomány, ez a romániai piarista rendtartomány. Akkor még sok piarista élt ott ebben a négy intézetben. Aztán ugye jött az első bécsi döntés, azok nem ugyanazott szerepel, de a második bécsi döntés igen, mikor Máramaros meg Szatmár visszakerültek egy időre. Ugye akkor ez a provincia megint megbillent, megint furcsává vált, mert megfeleződött. A felső részek visszakerültek. Kolozsváros. Visszakerültek Magyarországhoz, de aztán jött ugye a háború vége, és akkor minden maradt. Ez a piarista, romániai piarista provincia. Na most ebben Kádár Józsefnek az élete, ő tulajdonképpen székely ember volt, székely örmény származású, székely örmény kezeli, kézdi száz falu, egy icike-picike kis falu, amit aztán összeolvasztottak Nyújtóddal, és gyakorlatilag ma már mind kézdi vásártékhez tartozik, de még a régi faluk megtalálhatók. Ott született egy tehetséges, jómódú családban, ott végeztek az iskoláit kézdi vásárhelyen, és utána érettségi után 1930-ban jelentkezett piaristának. Akkor már ugye túl voltunk Trianonon, tehát saját nobliciátusa, növendék, illetve első éves növendéknevelő intézete volt a rendnek Máramarosszigeten. Ott végezte a nobliciátust, aztán utána befejezte a tanulmányait, leérettségizett, Kolozsvárra került, ahol akkor egy rendi növendékképző intézet működött, a Kolozsvári Karazantinum, igen kiváló könyvet adtunk ki itt ebben a piarista múlt sorozatban erről a Kolozsvári Karazantinumra. Pappá szentelték, és utána rögtön Temesvárra került tanárnak, de csak egy évre, utána fölküldik Nagykárolyba, akkor már ott volt a noviciátus. Először csak ilyen kisegítő magiszternek, aztán később gyakorlatilag ő lesz a noviciusok mestere. Akkor jön a bécsi döntés, és akkor az egész noviciátust átviszik Váccra. Vácz számára egy új világ volt, és nagyon szépeket ír utólag, hogy ott tanult meg igazán piarista lenni a Vácz iskolában, tanított is természetesen.
Utána Kecskemétbe kerül 1944-ben, tudni Gromacon megmutatta, hogy hallatlan gyakorlati érzéke van. Rendben vágta rövid idő alatt a vászi rendrádnak a gazdaságát a mindenféle területen, és mivel ilyen ügyes embernek látták, Kecskemétre küldték le, a rendnek elég komoly gazdasága volt 44-ben, a háború végén, lehetetlen időszak, elképesztő dolgokat művelt. Rögtön gépeket szerzett, pálinkáért cserélt rozsot az oroszoktól, rozsot vetettek, azt eladták, nem tudom melyik gyógyszergyárnak, a gyógyszergyártól megint más szereztek, rendbe hozta Kecskemétre a gazdaságot, de csak egy évig. 45-ben át akarták őt küldeni Kolozsvárra, de nem vállalta. És akkor a rendfőnök Máramarok szigetre küldte föl, ahol hát elképesztő helyzet uralkodott 1945-ben. Itt kezdődik a könyv. Tulajdonképpen, ezt csak röviden azért mondtam el ezt a pár adatot, hogy Kádár Józsi bácsinak az életét megismerjük. 45-ben oda került Máramarok szigetre, és az attól kezdő élete van leírva ebben a könyvben. Többféle formában. A könyv felét azok a hivatalos levelek foglalják el, amiket ő, mint házfőnök és iskolai igazgató küldött a rendfőnöknek Budapestre, mert azért ők továbbra is úgy érezték, hogy Budapest az igazi rendfőnökük, de a kolozsvári rendfőnöknek, Bíró Bencernek is küldött leírásokat, leveleket. És ezek nagyon szépen fogalmazott levelek, és tulajdonképpen korrajzok és helyzetjelentések. Pontosan leírja, mi történik Máramarok szigeten a háború befejezési utáni években. A könyvnek a következő második részében többféle dokumentummal összegyűjtve, az ő saját önéletrajza, és utána pedig, de ezt majd inkább személyes élményei alapján mondom, nem sokára. 1974-ben indult el az első óvatos expedíció innen Budapesttől, 74-ben vagyunk már, kimenni Romániába, és megkeresni az ott élő piaristákat. Négyen mentünk, akkor egy vartburgja volt a piarista rendfárnak, Szeményei László volt az útnak a vezetője, és akiket tudtunk, megkerestünk. És eljutottunk Kádár Józsi bácsihoz is, akkor ő plébános volt már színérvállalján. Hallatlan ügyességgel megszervezett mindent, amire szükség volt, a Vartburgi nem lehetett benzint kapni Romániába. Mondta, hogy nem lesz semmi gond, reggelre az asszonyok már kannába hozták a megfelelő keveréket. Hallatlan ügyes ember volt, a faluban végtelenül tisztelték és szerették. Nem csak azért, mert jó pap volt, hanem mert a híveknek ő volt az orvosa, a lelki irányítója, minden, majd erre visszatérnek még egy pillanatra. A dokumentum gyűjteménynek, mondjuk a második részének egy részét kiteszik ezek az ő saját írásai, önéletrajzi írásai, amelyek már szólnak a Máramarok szigeti korszaka utáni időtől is. És végül 1993-ban jártam ki nála egy januári-februári napon, amikor már öregen, betegen megint a szülőfalujában gyújtódon ott élt, már súlyos agyvérzése volt, és majd 15 éven át nem tudott már beszélni, és a jobb oldala teljesen le volt bénulva. De hogy hallatlan akarat elé volt benne, a kis házikokban volt egy írógépe. És az A4-es papírt ilyen kis papírokra fölvágták neki, és azt ő bal kézzel bele tudta tenni az írógépbe, és bal kézzel egyenként pötyögtetve írta a leveleket. Én Rómában leveleztem vele, és amikor ott jártam, mondtam, hogy mennyire szépen azok a leírások, amiket ő ír, és mondtam, hogy írjon még. És a Józsi bácsinak nagyon tetszett, hogy valaki érdeklődik ide iránta, és attól kezdve nekem talán 3-4 alkalommal küldött ilyen kis gyűjteményeket, ilyen picike papírra gépelve, történetek az életéből. Én azokat összegyűjtöttem és átadtam a pesti házfőnöknek, aki átadta a levéltárnak, de sajnos egy pár elkalódott belőle. Ezek a kis történetek vannak a könyv végén. Na most még két szó talán arról, hogy azért a könyvnek a
legnagyobb részét a Málamarok szigeti események tölti ki. 45-től 48-ig, mindezek nem arról év. Ő mikor megérkezett, talált egy üres rendházat, két vagy három rendtársal, teljes szegénység, teljes összeomlás és teljes káosz. És akkor ő szépen nyugodtan hozzálátott ahhoz, hogy először is megszervezze a gimnáziumot. Fia Istennek első iskola. Iskolai épület nem volt. Gyerekek még megvoltak. Úgyhogy először is ezt kellett rendetni, helyeket keresni. Tanítás folyt kérem a rendházban, ahol üres termeket találtak, mindenütt tanítottak. És ezt most mondtam az egész három évre, mivel nem volt tanár, ők, akik ott voltak pianisták, heti, nem túlzok, heti 25-30 órába tanítottak. És nem csak a szaktárgyaikat, hanem minden. És nem rosszul. És emellett nem teszem mind a többi. Megszervezni a háznak az életét, hogy legyen ennivaló. De nem csak nekik. Nyulakat tenyésztett, sertéseket vásárolt, teheneket tartott, gazdaasszonyt szerzett, mindent megtett, hogy legyen élelem. Üzletelt, cselekedeskedelem. Jöttek haza a nagy Szovjetunióból a hadifoglyok. Legyengülve, nagyon sokan súlyos betegen, nagyon sokan meg is haltak az úton. A honvédség lefoglalta a iskola épületét kórháznak, meg más nagyobb épületeket is. Most aki hadifogoly mehetett volna tovább, de nem volt semmije, azokat ők befogadta a rendházba. Enni adott nekik, ruhát szerzett nekik, megpróbálta egyengetni az útjukat, hogy haza tudjanak menni. Ugyanakkor megindult a transport Magyarországról kifelé a Szovjetunióba, Málenki robot. Hadifoglyok. Annyira rengeteg hadifoglyok, és én deportálni váló ember volt, hogy nem tudták hova tenni az oroszok. Úgyhogy több épületet megtöltöttek ezekkel. Például a plébánia melletti hatalmas épület is tele volt hadifoglyokkal, és akkor a Kádár Józsi bácsi éjszaka idejét fölment a plébánia padlására, és kibontották a falat. És azon keresztül mentették ki, és engedték útnak, engedték szélnek ezeket az embereket. De úgy, hogy meg volt szervezve már diák csapatokkal, hogy milyen irányban merre kell menni, hogy visszajusson Magyarországra. Később aztán vérszemet kaptak, és kimentek a pályaudvarra, megfúrták a vagonokat, és a vagonokból is engedték. Most minden mellett napi 20-25 órában, 30 órában tanítottak. Heti. Egyébként. Heti. Vagy heti, bocsánat. Már a piacos életek. Egy ilyen intenzív és elképesztő életstílus, életmenet mellett persze ellenségeket is szerzett, és nagyon hamar rájöttek, hogy ők kiket művelnek, fölgyújtották a rendházat. És ott állnak ebben a lehetetlen időben, a csontá égett rendházi tetővel. Kádár Józsi bácsi fél év alatt megcsináltatta a tetőt. Megint csak kiment az oroszokhoz, pálinkáért fát cserélt, az ácsokat megfogadta, hogy ingyen dolgoztak, csak a segédeknek kellett pénzt adni, és így tovább. Ez így ment 1948-ig. Az első évben, ugye amikor a katonák sikerült kitenni a kórházat az iskola épületünkből, azt azonnal elfoglalta a román iskola. A román iskolát nem lehetett kitenni, mert ők voltak a román. Akkor Józsi bácsi elkezdett beadványokat csinálni, minisztériumba, felsőbb hatóságokhoz. Egy év alatt sikerült elérnie, hogy olyan törvényt hoztak ki, délelőtt használja az iskolát a román iskola, délután a pianistát. De nem nyugodott bele, tovább ment, hogy fordítsák meg. És meg is kapták, délelőtt a pianistát, ki délután a román. És sikerült végre kitoronszolni az egész román iskolát. Amikor az apácák iskoláját elfoglalta a katonaság, akkor a lányiskolát áthelyezték a pianisták, és Koltukás lett a pianista gimnázium. Ma is létezik még Máramarosszigeten az öreg diák baráti kör, vezetőjük egy László Irén Ettel nevű hölgy, aki pianista diákként tartja magát számon, barátaival együtt, összejönnek minden évben. Jött 48, innen már nem részletezem tovább. Jött 48, államosítás, ott kellett hagyni mindent. Azért elképzelhető, hogy egy ember, aki ennyit tett a hivatásáért, a tanításért, az iskoláért, az ember szeretett kötelességének, ápolt, segített,
Egyszerűen ott kellett hagyni mindent, és el kellett távozni a városból. Nem volt más hátra, egyházban a segítségével őt sikerült kinevezni plébánosnak. Így került ő Borsabányára, plébánosnak, ahol állandóan ki volt téve zaklatásnak, a szekuritáte állandóan üldözte, de megint csak nagyon jellemző, nagyon hamar föltalálta magát. Rájött arra, hogy betegség van a városban, a faluban, ő van. Az emberek szégyelték, kiderült, hogy szifilisz. Ugye szégyenletes. Rögtön akkor utánizett, honnan lehet szérumokat szerezni, hogy lehet gyógyítani, és ő maga kezelte a betegeket. Aztán látta, hogy az állatállományuk milyen nyomorult, mennyi a fertőzés, sertéseknél, teheneknél. Akkor írt, megvannak a levelek, valaki mondjuk elolvassa, milyen szérumokat kér Budapestről, sertésekhez, tehenekhez, hogy hogy lehet ezeket a beteg állatokat gyógyítani. Elképesztő munkabírással, 11 évig volt Borsabányán, utána elüldözték onnan a szekuritátet, 3 évig egy másik faluban, és végül aztán nem jut eszembe most a neve ennek a vár, ahol mi is meglátogattuk, Színészváraján. Ott volt hosszabb ideig, és ott kapta végül is az agyvérzést, aminek a következtében végül a családi házukban, ott nyújtódon, ott élt, ilyen nyomorult körülmények között. A szerzőkről még annyit, hogy Kozai András, nem kell bemutatni, ő a birtokosa a budapesti levéltárnak, ez az orosz Krisztófer Levente, a másik szerző, egy Máramaros szigeti fiatalember, aki a ismeretségből, rokonságból nagyon sokat hallott Kádár Józsefről, és úgy érezte, hogy valami módon az ő emlékét meg kell örökíteni. És akkor neki láttak ketten, a Levente, Krisztófernek hívjuk inkább, Krisztófer a kolozsvári levéltárakat bújta és szedte össze a pianista anyagot, Kozai András pedig a budapesti anyagból, ebből állt össze ez a kis könyv. Én megint csak elnézést kérek a irodalmaroktól, hogy a pedagógiai főskönyvet átveszem. Ez egy pianista főskönyvtemény. Aki veszi a fáradtságot és elolvassa, annak azt javaslom, hogy előbb olvassa el benne Kádár József életrajzát. Van egy rövid életrajz. És akkor erre, mint egy kirakós táblára, a többi dokumentumot szépen be lehet férni, kiszínezni. Jó olvasást kívánok!